Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy falucska, s a benne élő mesebeli lények egy gyermekelőadás kedvéért életre is keltek. A szádalmási granáriumban, azaz magtárban minden igazi. A Kraszkó nevű kis csigabiga is, meg a mesebeli házikója, a tündérek, a törpék, sőt még a boldogsághozó sárkány is. Szlímák, szlímák, Mr. Csraski, nem kímócski, nem párvoski, a kedi, nye Mr. Csispot, pálinki, dom, szeretünk volna a gyerekes családoknak valami turisztikai programot kitalálni, és mivel tudjuk, hogy a gyerekek szeretik a meséket és az állatokat, a régi mondák, regék alapján 10 mese született. A történetek a szlovák Karszthegységben játszódnak, és a gyerekeket a Kraszkó nevű kis csiga kíséri végig a vidéken. És hogy miért éppen egy csiga? Azért, mert a régi történetek különböző történelmi korokból származnak. Van, amelyik a 13. századból, a tatárjárás idejéből való, egy másik meg az 1950-es években játszódik. Minden mesénknek konkrét valóság alapja van, vagy szájhagyományban fennmaradt elemekből táplálkozik. A kis csiga, Kraszkó, a jászkinkár, azaz barlangászka nevű törpétől nyer varázserőt. Ez azt jelenti, hogy esténként bebújik a csigaházba. Csigabiga, mutasd a házad, s hopp, reggel, amikor kibújik belőle, már egy másik helyen is korban találja magát. Kassához közel, a Szoroska nevű hegy alján, a szlovák Karszthegység egy festői zugában fekszik a nevében almára utaló település, amelynek 776 lakosa van. Az úgynevezett granárium létrehozásának ötletét egy 17. századi öreg magtár adta. A pápai házaspár úgy döntött, hogy visszaállítja az épület eredeti állapotát és rendeltetését. Sok-sok évi munka után ez sikerült is. Ma a szádalmásra látogatók egy középkori magtárat és a hozzátartozó borospincét találnak. Benne mindennel, amit csak egy igazi borospince kínálhat. Bor, házias ételek, kemencében sütött friss kenyér és számos rendezvény. Azzal, hogy a falunkban folyt ez az építkezés, természetesen sok mindent megtudtunk a granáriumról. Amíg fel nem újították az épületet, sokan bizony szinte alig hallottak róla. Ez idáig csak egy ilyen család van, mint pápaiék, de remélem, hogy a közeljövőben egyre többen lesznek. Azért, mert az általuk kiötlött rendezvények nagyon jót tesznek a falunknak. Szerintem tényleg széles körben kihatnak a település életére, hiszen nem csak itthon keltik a jó hírünket, hanem külföldön is. Nagyon jól képviselik szeretett falunkat. A pápai házaspár és a hozzájuk csatlakozó önkéntesek nem csak felújították a régi magtárat, hanem évente 10-15 gyerekprogramot is szerveznek benne. A felnőtteknek és a családoknak pedig helyi terményeket árusító piacot, zenés-gasztronómiai rendezvényeket tartanak. S persze mindezeknek megvan a kellő történelmi háttere is. A mai fesztivál az úgynevezett tizedbeszedésén alapul. Így tisztelgünk a természet előtt, amely lehetővé tette, hogy összegyűjtsük a termést. Hálásak vagyunk, hogy a gazdálkodóink, ezek a dolgos emberek jó kis dzsemeket, lekvárokat, pálinkákat és borokat tudnak készíteni. A rendezvénynek a magtár melletti pince, az egykori adóhivatal ad otthont, ezért ezt a fesztivált úgy hívják, hogy tizedbeszedés a termésből, és természetesen érinti Kraszkó csigabiga királyságát is. A fesztiválon mutattuk be a kis csigánk házacskáját. Eltelt egy kis idő, és a mesehősök beköltözhettek az új házikójukba. A szádalmási jó tündérek úgy döntöttek, hogy házat építenek a mesebeli lényeknek. A házikó már fel is épült, de mesehőseinknek még be is kell rendezniük.
Ha szemébe szeretnék nézni, csak tessék, itt a kulcs. A Csigabigával együtt a meseházat is megnézték a legkisebbek, akiknek a mesék írottak. S a mesebeli falucska meseházikójában rajtuk kívül még sok ide látogató kisgyermek is találkozhat majd a Kraszkó nevű kis Csigabigával.